Nagy örömmel hirdették az egyetem hívő hallgatói számára, hogy kialakítottak egy imádkozásra és beszélgetésre alkalmas szobát, így tehát azok, akik az Urat keresik, megtalálhatják a lelki nyugalmat, még az egyetemi élet hangzavarában is. A nyitó ünnepség egyetemünk rektorának beszédével indult, majd a különböző felekezetek megjelent tagjai mondtak pár gondolatot, többek között a tudásról, a szeretetről és a bölcsességről. Elhangzottak bibliai igék is, valamint egyházi dalokat is énekeltek közösen. Rektorunk megfogalmazta, hogy hálát kell adni a gondviselőnek azért, hogy ennyi mindent elért és ilyen szintre fejlődött az egyetem. A főegyházmegye érseke így fogalmazta meg gondolatait. Én a magam részéről, amikor ide jövök egy állami egyetemre, vagy lemegyek egy önkormányzati hivatalba, én sem a hitem, sem katolikus hitemet, sem egyháztagságomat nem szoktam levetni a ruhatárban. De amikor bemegyek a templomba, hogy ott bérváljak mondjuk, én az állampolgárságomat nem szoktam levetni a sekrestében, hanem én ott az oltár előtt is a magyar köztársaságnak teljes jogú polgára vagyok. És nem két személy vagyok, hanem csak egy. Ezzel arra akartam rávilágítani, hogy az egyházat és az államot nem szabad ugyan egybe mosni, tehát nem kell álmodni arról, hogy újra protestáns vagy katolikus államot fogunk teremteni, amikor majd a papok fognak mindent kormányozni, de ugyanakkor a kettőt szétválasztani sem szabad, mert végül is az állampolgárság és az egyháztagság az a hívő emberek esetében tökéletesen összetartozik. Nem azonos, de összetartozik. A nyugalmat keresők a D-épület 104-es szobájában lelhetnek békére, az imaszoba mellett pedig Török Ágnes egyetemi lelkésznő szobája található. Minden tanítási napon délelőtt 7:30-tól 17:30-ig áll nyitva az imaszoba ajtaja. Az ünnepséget dr. Márfi Gyula, a veszprémi főegyházmegye érseke, dr. Bán István görögkatolikus szorványhelynök, Isó Zoltán evangélikus lelkész és dr. Steinbach József, a dunántúli református egyházkerület püspöke is megtisztelte jelenlétével. Az átadó ünnepség részeként a történelmi egyházak képviselői az imaszobát felszentelték és megáldották.